Vagyunk a Cuk standján, és megkérdezzük, hogy mik az idei újdonságok, illetve hát először is lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye a Cuk, mint márka 1983-2 óta van, azért ez már egy felnőtt kornak is számít nagyjából. Én 35 éves vagyok, tehát egy évvel idősebb ez a cég. Főleg úgy, hogy egyedül voltam egész Kelet-Európában, tehát a Lajtától keletre nem volt rajtam kívül senki. És hogy igazából a kérdésem az, hogy ennyi idő után is hogyan és miként tudnak megújulni akár minden évben, vagy mik azok a gondolatok, ami után új termékek születnek meg? Igazából az a legfontosabb, hogy mi nem igazán akarunk megújulni. Ugyanis amiket mi csináltunk 30-35 évvel ezelőtt, azok a csalik most is beváltak, és a legjobb. Ez így van. Tehát teljesen fölösleges mindig új és új és új és még újabb dolgot csinálni, ugyanis nem lehet. Csaliba, hal ízlésének megfelelően új dolgot már nem lehet csinálni. Uh-huh. Ezért a mi régi dolgainkat most jobban szeretik a horgászok, mint a méregdrága új, nem tudom én miket, amiket itt próbálnak, hogy ráírnak olyanokat a csalira, hogy hidegvízi, melegvízi, mélyvízi, sekélyvízi. Ez egy marhaság, ilyen nincs. De ráírják, hogy minél többet vegyenek meg az emberek belőle. Uh-huh. Az a tendencia, hogy az a cél, hogy horgász, anélkül, hogy 20 féle csalit nem vesz meg, anélkül ki sem menjen. Nem szabad neki, tehát belebeszélik ebbe a reklámba, hogy ezt így kell. Nem kell semmi. Aki egy mézes kukoricával, egy fokai, mert kukoricával nem fog halat fejtető anyagodat, nem fog másra sem. Ilyen egyszerű. Ez így van. Sok tízezer félesebben abszolút semmi szükség nincsen. Nekünk a 30 évvel ezelőtt bevált dolgaink mennek ma is a legjobban. Nem mondom, hogy nem újítunk, mert egyrészt a horgász igényei, mindig újat akar, mindig. Másrészt meg azért eszünkbe jut néha egy-két ötlet. Itt van a pufi például. Uh-huh. A pufit azt eddig nem tudták utánozni 30 éven keresztül, pedig mindenki próbálta. Most Ukrajnában egy kicsit úgy utánozgatják, csak a bökkenő az, hogy mi saját tasakunkba forgalmazzák, tehát még csak arra sem veszi a fáradtságot, hogy egy új dizájnnal új tasakot csináljon. Egyszer egy az egyben lemásoltam milyenket, elejét hatulját, az én nevem van rajta, az én uniós adószámom van rajta, az én kódom van rajta, és úgy árulja az ő kaszatját, ami meg se közelíti a cuk minőséget, mint hogyha azt én csináltam volna, tehát lejárra gyakorlatilag. Uh-huh. Értem. Én szintén használom a cuk termékeket, mert még a nagypapám, amikor engem tanított horgászni, akkor nálunk is ez a pufi, illetve a mézes kukorica az, ami nagy sláger volt. Én a mai napig nálam a liftező különböző ilyen morzsák, ugye itt is most pont van itt egy ilyen, ez a liftező etetőanyag, ezt én kifejezetten használom, mert szerintem egy zseniális találmány. Igen. Ugyanis most már nem ugyanaz a liftező sem, mint 20 évvel ezelőtt, ugyanis az a cég, aki ennek az alapanyagát gyártotta, az becsődött. Uh-huh. Tehát ez is egy jó alapanyag, csak azért egy kicsit mégis más. Másként kell kezelni valami, kicsit tapadósabb, ragadósabb, vagy mit tudom, de ugyanaz jó. Én fehér hal horgászatánál, pláne hosszú előkével én előszeretettel használom, pláne, hogyha egy kicsit víz közt vannak a halak. És én egy kis gyöngyel szoktam megspékelni a csontkukacot, és akkor úgy egy víz közti horgászatán nekem tökéletes. Hamar a csontkukac szóba került, akkor meg kell mondanom, hogy néha mi is csinálunk új dolgokat. Itt van például ez a Bombastic nevezetű etetőanyag. Őben a csontkukac örlemény is van. Uh-huh. Most azon kívül, hogy egy nagyon jó kombinációja az édes és a sós termékeknek, a nápolyiak, a kekszek, a mindenféle ilyen valami, a csontkukac por igazán földobja. Mert a csontkukacnak van egy nagyon jellegzetes íze. Azt mondják, hogy szaga, hát a halak a szagot a vízben nem éreznek. Megint egy nagy butaság, hogy azt mondják, hogy az illatok. Az illatok nem érnek semmit, az ízek a vízben, ugyanis az ízek oldódnak, nem az illatok. Ez így van. És ez a csontkukac por, ez annyira szinte észre se veszük, mint hogy a rovaroknál se veszük észre a feromonokat, meg egymás kösse az ember sem, de belülről érzi. Tehát tudja, hogy valami fölizgatta, vagy valami, anélkül tudatosan érezni. Ugyanígy van a hal a csontkukacsal és csontkukac örleménye. Hát ehhez egy nagy reményt fűzünk, és készült egy videó a Cuk kísérleti tavába, biztos ismeri ezt a tavat, hogy nekünk van ilyen. Nem, sajnos. Nem is volt fönt a Cuk honlapján? Megmondom őszintén, ember, hol él maga? Ugye? A következő van. Van egy Cuknak egy kísérleti tala, ahol a tó közepén van egy sziget, ott csigalépcső le lehet szépen menni a tó fenekére, és körbe üvegpanelában meg lehet nézni, mi történik a vízben.
Hát egyetlen gyártónak van a világon, nekünk. Senki és ez helyileg ez hol található? Ez Kunszal Miklóson található, nem látogatható, mert szigorúan magánterületen van és kísérleti jellegű, tehát nem, én azt nagyon sokan akarják látni, nagyon sokan szeretnék látni. De nem, a következő kérésem nekem is ez lett volna. Jó, hát kivételeket teszünk, mert nyilván a partnereink, a importőrök, meg a kereskedők azok azért természetesen, de így a lakosság részére sajnos nem tudjuk megnyitni, mert több kárcsi van nálak, mint ez így van, persze. Úgyhogy marad ez így, ahogy van, de ott mi mindent látunk. Nos, csináltam egy videót. Egyik ablakba betettük ezt a bombasztikot, másik ablakba meg egy másik csatot. Aztán következő alkalommal megint betettünk egyikbe egy bombasztikot, a másikba meg egy harmadik csatot. Uh-huh. És néztük a videón, illetve a kamerán keresztül felvettük, hogy mi történik. Minden szeretnek alak, minden oda mennek, kóstolgatják, szimatogatják, de 10 perc múlva már a bombasztiknál szinte verekednek, egész nagy hal felhő van. A másik csaliknál is van egy-két hal, de azért a különbség nagyon-nagyon látszik a videón. Meg kell nézni. És ez minek köszönhető, hogy már kvázi verekszenek érte a halak? Annak, hogy egy olyan anyagot is sikerült összeállítani, amit nagyon szeretnek halak. És a csontlugasz pornak nyilván. Meg kell nézni. Cuk.hu, ennyi az egész. Az lesz az első, amikor most innen hazamegyek, hogy ezt megnézem. Meg is lehet vásárolni egyébként, mindössze 300 forintos postadíj, ha valakit érdekel. Uh-huh. Telefonon megrendelheti, vagy bármi, de... Na, hát ez így sikerült, ez egy újdonság, ez egyetlen újdonságnak ebben az évben, mert mondom, mi a régiségekre esküszünk, és nagyon jó forgalom. Melyik a legrégebbi termék? Tehát mi volt a legelső, amivel ez legelső, az egész elindult? Amiket én 82-ben elkezdtem gyártani, azt ma már nem lehetne. Akkor volt egy szocializmus, üresek voltak a boltok, bármiféle kutyafülit el lehetett adni, ma már nem lehet, ma már csak jót lehetett adni. De hogy melyik a legöregebb, legrégibb, azt én nem tudom megmondani. Valószínű, hogy a liftezők egy nagyon régiek, meg hát a kukoricákból alapvető ízek, a vanília, az ánus, a méz, ezek nagyon régiek, már sok évtizedes tapasztalat, és én mindig ezt szereti a horgász. Tehát a horgász nem buta, a hal sem buta. A hús, így van, a hal sem buta. Nagyon jól tudják azt, hogy ez a sok-sok méregdrága újdonság, amit halálra reklámoznak. Jártunk úgy, vettünk egy etetőanyagot egy üzletbe. Nem mondom meg a gyártóját, mert nem szeretnék kellemetlenséget okozni neki. És betettük a tóba ugyanúgy, szépen beengedtük. 2 méternél közelebb nem ment hozzá hal. Hogy mit rakott bele, a jó Isten tudja, és mégis nagyon sokat eladott belőle, mert bizony sokat költött reklám. Ilyen a mai ember ilyen? Igen, ez így működik, igen. Mint a fogkefénél, ugye, hogy belebeszélik az emberbe, hogyha nyaklik a nyele, akkor meg így áll a szőr, meg úgy áll a igen, szőr, akkor, igen, akkor, hogy akkor jó. Van. Ez butaság. A reklámok meghűjtették az embereket, de hát ez van. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a nézőim nevében is, hogy nagyon-nagyon jó tanácsokkal látta el őket, úgyhogy én most fogok vásárolni egy ilyet magamnak, és hát remélem, hogy egyszer eljutok arra a tóra, hogy így megnézhessem. Nézd el! Beszéljük meg telefonon. Jó, így lesz. Itt ezen a lapon minden rajta van, telefonunk, honlapunk, e-mail címünk, mindenünk. Beszéljük meg időpontot, de nem most, hanem majd április. Persze, körül, amikor, már így most van, alszik a víz, most egyetlen egy esemény történik, hogy szedi a vidra kifelé a halainkat, és ez ellen nem tudunk mit csinálni, mert védett állat, mert mindenféle kerítést csináltunk, meg elektromos akármit, a vidra mindig megtalálja azt a helyet, ahol lehet azért kicsit pusztítani. Jó, de hála Istennek, sok hal van benne, úgyhogy nagyon szépen neki köszönöm. Is jut. Köszönöm. Igen.